A nyíregyházi Legó utca 15 szám alatt található a világ 5 legógyárának egyike. A cég helyi működését még 2008-ban, akkori régi helyükön kezdte, a termelés 2014-től pedig ebben a 60 milliárd forint értékű ultramodern, 12.000 négyzetméteres gyárban történik. De egyben ez a Legó első zöldmezős beruházása is. Az elmúlt években a komplexum folyamatos kihasználtság mellett működött, folyamatosan fejlődik, újabb gyártócsarnokok, raktár és egyéb épületek épülnek, további gépsorok kerülnek installálásra. Hát azt gondolom, hogy mindig bátrak voltunk az elmúlt években, 2008-tól végig, úgyhogy az a növekedési pálya, amit leírtunk, amit több mint 10 éven keresztül azért dupla számjegyű volt a növekedésünket tekintve. Töretlen volt 2016-ig, akkor megtorpantunk, 2017-ben visszaestünk. Viszont most már újfent növekedési pályán vagyunk, az elmúlt fél éves eredményünket már egy 4%-os növekedéssel tudtuk realizálni. Lássuk, hogy mit hoz a karácsony, persze ez számunkra nagyon fontos. De gyakorlatilag minden évben fejlődtünk, minden évben építettünk valamit, vagy elkezdtünk, vagy befejeztük. Ez jelen pillanatban is így működik. Jelen pillanatban is építünk automata magas raktárat, építünk kézi raktárat, építünk egy második energiaépületet, és természetesen van helyünk és tervünk is arra, hogy akár ezt a gyárat megduplázzuk. Ennek gazdasági, piaci és munkaerő feltételei is vannak, de Tóth Csaba azt is hozzátette, az elmúlt évek során mindig egyre több embernek tudtak állást biztosítani. A Legó az egyik olyan gyár Magyarországon, amely hosszú évek óta működik és növekszik, így egy stabil jövőképet kínál az ott dolgozók számára. Ez annak is köszönhető, hogy hosszú évekre előre gondolkodnak. A termelés nem aprózzák el és fejlesztik a gyárakat, így felkészülnek a piaci igényekre is. Jelenleg 2500-2600 alkalmazott dolgozik a Legó nyíregyházi gyárában. A munkaerőpiaci nehézségekkel a Legó is szembesül, legyen szó akár betanított munkásokról, szakmunkásokról vagy diplomásokról egyaránt. Mind a három kategóriára érvényes most már az a megállapítás, hogy küzdeni kell a piacon. Nem azt az életet éljük már, mint amit 3-4-5-6-10 évvel ezelőtt. Ha a betanított munkáról beszélünk, ott igazán ami nagy feladvány, az a nyugati széláramlat, ugye az, hogy a Dunántúlon már nagyon lehet érezni, Közép-Magyarországon úgy szintén egyre jobban érezzük mi is, ugye a munkanélküliségnek a hiányát gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ott a legnagyobb feladványunk azon túl, hogy meg tudjuk szólítani még a piacon lévő embereket, az, hogy ők hogyan képesek alkalmazkodni a gyári környezethez, hogyan találjuk meg azokat, akik képesek is és akarnak is dolgozni. Szakmunka vonatkozásában, hát bizony ott is küzdelmes az élet, működünk, ez egy jó hír, azt gondolom, és működni is fogunk. Főként azokban a szakmákban, ami hát főként hozzánk kapcsolódik a műanyagiparhoz, ez a műanyaggyártó, fröccsöntő, szerszámkészítő szakmák, hát ez klasszikusan hiány szakmának számít most már sok éve. De szüksége van a Legónak a jó mérnökökre, a kiváló pénzügyesekre és az innovatív IT-s kollégákra is, tette hozzá a HR igazgató. Úgy véli, egy-egy szakma szépségét is be kell mutatni amellett, hogy megélhetést kínálnak. Ezért egy egészséges verseny észszerű keretek között nem árthat a munkáltatók közt. Saját belső képzése is van a Legónak, valamint az oktatási kormányzattal is együttműködnek. A nyíregyházi gyár egyike annak a háromnak, amelyben fröccsöntést végeznek, valamint itt termelik ki a világ összes dupló kockáját és a dupló késztermékek túlnyomó többségét. Naponta 60 millió fröccsöntött kocka és egyéb építőelem készül, ez összesen mindegy 20 kamionnyit jelent egy nap.